Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... ...en keresztül Pullai András, a Publikus Intézet alapítója és vezetője, és nem Japánba kapcsolunk, ugyan látunk az ablakán, ha kinézzünk egy virágzó cseresznyefát, ez is azt jelenti, hogy minden szebbre fordul. Szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Úgy látszik, hogy az élet azért elkezdett létezni, legalábbis itt mifelénk. Madárcsicsergés is hallható? Hallható lenne, de be van zárva az ablak, hogy ne zavarjon be az adásba. Jó, akkor nézzük, hogy van-e valami új felmérése, vagy értelmezése a Publikus Intézetnek ezekre a napokra. Hát folyamatosan mutatjuk a koronavírus járvány következményeit szerteszét az országban, illetve Budapesten is. Amit legutoljára publikáltunk kutatást, abban azt mértük fel, hogy mit szólnak az emberek ahhoz, hogy ingyenes lehet parkolás a fővárosban, illetve egyetértenek ezzel a koncepcióval. Fontos tudni, hogy ezt még a döntés előtt tettük fel ezt a kérdést a választóknak, és így hát az eredmény is azt tükrözi. És így azt láthatjuk, az embereknek a többsége az nem ért egyet azzal, hogy ingyenes lett a parkolás a fővárosban. 2% ponttal vannak többen azok, akik nem értenek egyet, de azok, akik egyet értenek egy ilyen elképzeléssel, akkor még elképzeléssel. És ez azt is jelenti, hogy Orbán Viktor azon döntése szembe ment legalábbis a budapestieknek az akaratával, vagy a budapestiek többségének az akaratával. Egyébként 47-45 az arány a nem irányába, és nyilván a többiek nem tudtak válaszolni erre a kérdésre érdemben. Több mint 4600 rendőri intézkedés történt a kiállási korlátozások megszegése miatt a húsvéti hétvégén. Mi erről a véleménye? Hát ugye vegyes. Hogyha azt nézzük, hogy az embereknek van a lehetőség arra, hogy kimozduljanak ebben az időben, húsvéti idő ráérnek, pont kirándulásra termett időjárás volt, stb. Akkor nyilván megértem azt, hogy sokan kimozdulnak, de persze, hogy olyan helyre mennek, ahol saját magukat vagy mást adott esetben nehéz helyzetbe hoznak, akkor rendőri intézkedés is indokolt. Lehet azt, hogy ez, most ezek közül melyik volt, ami indokolt, és melyik, amit nem indokolt, azt nagyon nehéz innét távolról megállapítani, de kétségtelen, hogy lehetett látni az interneten olyan helyeket, ahol azért többen voltak, mint ami elvárható lenne egy ilyen helyzetben. Az is lehetett látni, hogy egyes üdülőtelepülések már-már hisztérikusan zárták el akár az ott lakó nyaraló tulajdonosok elől is saját magukat. Azért azt talán egy kicsikét én túlzásnak gondolom, de hát persze mindenki úgy védekezik a járvány ellen, ahogy tud, és azért ez érzem, hogy a felfogadott helyzet mindenki számára, tehát én ott esetben még a túlzó reakciókat is meg tudom érteni. Nem vagyunk mi fegyelmezetlenek egy kicsit? Fegyelmezetlenek kötőjel könnyelműek, hisz ezzel nem csak saját magunkat, hanem embertársainkat is veszélyeztetjük. Ugye az a helyzet, hogy ezt nem igazán tudjuk, mert hogy Magyarországon nem zajlik olyan arányú és nagyságrendű tesztelés, ami alapján ez kiderülne. De kommunikáció az zajlik, amiből ezt megérthetjük. Igen, de ugye nem tudjuk, hogy mi az arányos és mi az elégséges ebben a helyzetben, ez a fontos probléma. Tehát ugye a teljes lezárásnak semmilyen értelme nincsen, legalábbis a jelen tudásunk szerint, meg azon országok példája, ahol sikeresen vették fel a harcot a járvány ellen, az is azt mutatta, hogy a teljes lezárás nincs értelme, mert az adott esetben nagyon sok kárt okoz, a gazdaság totális leállása, az emberi kapcsolatok totális leállása, és valamilyen szinten föl lehet és fenn is érdemes tartani. Azt, hogy ennek mi a pontos aránya, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Magyarország tesztelzeik legkevesebbet 1 millió főre vagy 1000 főre vetítve azon országok körében, ahol a járvány ezen a szinten tart, mint ahol Magyarországon is, vagy ahol már korábban tartott. És nem igazán tudjuk, hogy pontosan mi a fertőzöttnek az aránya. Magyarországon nincsen úgynevezett reprezentatív tesztelés, ami egyébként hasonlóan zajlik, mint a reprezentatív kutatás, csak nem 1000 főt nem megkérdeznek, hanem 1000 főt letesztelnek ugyanön véletlen kiválasztott minta alapján. Az alapján meg lehet állapítani, hogy valójában mekkora az átfertőzöttségi aránya a társadalomnak. Ennek okán az, hogy nem rendelkezünk ilyen adatokkal és ilyen információkkal, valójában nem tudjuk megítélni azt, hogy mi a sok és mi a kevés. És azért mutatja a többi országnak a példája, hogy ez a típusú tudás, illetve ezzel a típusú tudással való helyes élés és alkalmazásának tudásnak,
az bizony sokkal könnyebb és hatékonyabb és praktikusabbá teszi a védekezést a vírus ellen, illetve az egész vírus által okozott járványügyön túlmenő gazdasági és emberi károkat képes minimalizálni. Én ezt értem, de hogyha példának veszem a szomszédos Ausztriát, akik úgy tűnik, hogy egy picit előbbre vannak, mint mi, és önálluk teljes kijárási tilalom volt már. Vagy ha megnézzük például a Közel-Keleten a zsidó államot, ahol eléggé olyanok voltak az emberek eleinte, mint mi, hogy fegyelmezetlenek, meg nem vették ezt elég komolyan. Most az ünnepekre megkapták, meg ma délutántól is, egészen a hétvégéig, amíg ki nem megy a Pészák utolsó napja, teljes zárlat. És akkor a görbe egy kicsit kisimul. Biztos vagyok benne, hogy a teljes zárlat alatt a görbe kisimul. Azt nem tudjuk, hogy mi az optimális intézkedés. Mi az, ami nem veszélyezteti a társadalom, az emberek, illetve a gazdaság létét. És ahhoz, hogy ezt pontosan meg tudjuk ítélni, ahhoz pontos számokkal kell rendelkeznünk arról, hogy mi a veszélynek a valódi mérete és a valódi súlya. Így könnyen lehet, hogy túlreagálás helyzete forog fel, akár Ausztriában is, akár Izraelben, bárhol, ahol ez bekövetkezik, vagy bekövetkezett. Nem rendelkezünk kellő tudással ahhoz, hogy erről érdemi döntéseket hozzunk. Nem tudom kizárni, hogy az operatív törzsnek van erről tudása, csak ezt nem mondja a drága választóknak, mint ahogy tudjuk azt a polgármesterek elmondásai alapján, hogy velük sem igazán kommunikál, és a helyi járványügyi döntéseket sem lehet könnyedén meghozni, pontosan azért, mert nekik sincs elég információjuk. Így aztán azok, akik elemezni akarják a helyzetet, illetve megfontolnák azt, hogy mondjuk milyen javaslatokat tegyenek ebben a helyzetben, ők sem rendelkeznek elég információval jelen pillanatban. Mivel magyarázza azt, hogy vannak országok, ahol akkor, amikor baj van, amikor egy külső támadó van, és ez a vírus tulajdonképpen egy külső támadó, nem akarom eldramatizálni a helyzetet, de egy háborúnak vagyunk a szereplői, majd a történelembe is így, ha túléljük, bekerülünk. Nem szólnak az ágyuk, nem szól a légiriadó, de tulajdonképpen az van. És egy láthatatlan ellenséggel bírunk egy háborút. Én is azt gondolom, hogy működik az analógia, bár nem 100%-os, de az analógiák ilyenek, hogy sohasem 100%-os. Igen, de ilyenkor még a nagyon sokszínű izraeli politikusi csapat is a Knessetben tulajdonképpen egy átmeneti egységkormány mellett dönt, vagy ott vannak skandináv országok, ahol az egészségügyi miniszter lemond, és meghívják az ellenzék szakértőjét, hogy akkor lépjen be a kormányba erre az időre, és lehet, hogy ő többet tud. Nálunk meg csak egyik acsarkodik a másik ellen, de hát az idős otthonokban vannak kormánypárti, meg ellenzéki párti szülők is, meg az áldozatok között is. Tehát akkor, ha mindenhol lehet, akkor nálunk miért nem lehet? Hát biztos, hogy benne mindenhol nem lehet. Például csak, hogy most mondjak egy jelen példát, Magyarországon túl, például Amerikában is nagyon kemény összecsapások hát vannak. Merjünk kicsik lenni, és nem Amerikához hasonlítani magunkat. Ha érdekli a személyes véleményem, majd műsoron kívül boldogan elmondom, de ha megnézzük, hogy hány áldozat van Amerikában, és Amerikában, New Yorkban most fölébredtek az emberek, és nagyon elkezdenek odafigyelni, és azok is, akik nem szeretik Trumpot, most azt mondják, hogy jó, vezényelje ezt le, és legyünk túl rajta. Aztán, hogy a választásokon újból megválasszák-e már, az a big question, a nagy kérdőjel dolga. Hát igen, és aztán vannak olyan kormányzók, például New York állam kormányzója, aki nyíltan és nagyon durván szembe megy Trumpal, és támadja azért, mert nem készítette fel az államot és az országot erre a krízisre, és konkrétan háborúkban kik fajuló küzdelmeket folytatnak a lélegezhetőgépekre és a maszkokért a különböző államok, éppen kinek mennyire van rá szüksége, és egy kvázi hiánygazdálkodás állt elő, arról nem is beszélve, hogy ugye van Amerikában 38 millió biztosítatlan, 28 millió biztosítatlan, ennek a száma nyilván növekedni fog, mert 6 millióban növekedni az állástalanoknak a száma az elmúlt időszakban. Ők egyáltalán nem jutnak hozzá egészségügyi ellátáshoz, vagy hogyha igen, akkor több tízezer dollárt számlákkal kell végén. Nem kell a kifizessék, hisz az amerikai elnök úgy döntött, hogy aki emiatt kerül kórházba, annak a számláját fizetik.
Hát volt egy ilyen mondás, de ugye ez még nem sikerült törvénybe iktatni, úgyhogy ezt nem tudjuk, hogy így van, de igen, az amerikai elnök szájából, aki mondjuk az Obamacare-t, meg a Medicare-t, meg a Medicaid-et folyamatosan támadta, és még ezt is meg akarta szüntetni, hirtelen előjött a szocialista, és azt mondta, hogy amit korábban Bernie Sanders képviseltek, ugye most vonult vissza az előválasztásról, így az elnökválasztásról is, hogy hát akkor legyen Amerikában is Universal Healthcare, azaz mindenki számára biztosított európai típusú egészségi biztosítás. Ez is belefér talámnak, és aztán közben igazából ezeket a döntéseket törvényi rendeleti szinten nem hozza meg. Mindenesetre hát, szeretném elmondani önnek, hogy ha valakit most bevisznek a kórházba, Amerikába is nincs biztosítása, első kézből tudom, családomnak 5 tagja ott dolgozik, ott él, ott született, mint orvos, és a világon a kórházak mindenkit fogadnak. Legyen így. Ezek aztán tények. Majd kiterül, hogy fogadják, ugye, csak ugye majd... Először megmentik az életüket. Lesz egy számla. Oké. Mi van azokkal az országokkal, ahol összefognak? Hát ők szerencsésebbek, és náluk a kooperatív hajlamok a politikában, az együttműködő irányok a politikában jobban működnek, mint Magyarországon, ahol hát azért most már a 90-es évek végétől, közepétől kb. Hol kétpártrendszer van, és nagyon erős törésvonalak alakultak ki a politikában, hol ugye van egy domináns szereplő, illetve egy fragmentált ellenzék, de akkor is van egy nagyon komoly törésvonal a politikában, amit úgy látszik, hogy egy ilyen helyzetben sem sikerül áthidalni. De azért fontos látni, hogy azért első között Orbán Viktor látta meg a lehetőséget, a politikai lehetőséget abban, hogy ezt a járványhelyzetet érdemes kihasználni, és érdemes a maga javára fordítani. Mások például azzal is, hogy az önkormányzatok elvette a forrásokat, elvette a döntési jogköröket, úgy, hogy egyébként több feladat hárul rájuk ebben az esetben, akár önkéntesen vállalt, akár a kormánytól átvállalt, mert a kormány nem cselekszik, akár azért, mert egyébként a törvény ezt mindig is rájuk testvállalt. Ön meg van győződve arról, amit mond, hogy a miniszterelnök hajnaltól késő éjszakáig azért dolgozik, hogy politikai gyümölcsöt arasson ebből a vírusból, nem azért, hogy megmentse a rábízott embereket? Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök optimalizál a két feladat között, tehát természetesen igyekszik megmenteni az embereket, és az nagyon helyesen teszi, és igyekszik ezt úgy tenni, hogy közben a lehető legnagyobb politikai erőt és a politikai hasznot tudja lealatni. Ez a politika természete egyébként, nincs ezzel önmagában semmi baj, akkor, amikor ez kontraproduktívá és öncélúvá válik, akkor persze természetesen ezzel van baj, és bizonyos esetekben azért ezt megfigyelhet. Nagyon sok ellenzéki politikus volt esetben, és ott nem is csak ellenzéki polgármester, illetve önkormányzati vezető van ebben a helyzetben, hogy ezt mondja. Elég csak például Cseh Parkovics polgármester úrra gondolni Székesfehérváron, aki lényegében hasonló dolgokról panaszkodik, mint a többi ellenzéki polgármester, és ugye volt a Fidesznek a szóvivője még polgármesterség előtt, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Fidesznek a tagja. Messzebbre érkezett. Vagy megemlíthetjük Pokorni Zoltánt is, aki abban a pillanatban, amikor megvolt a lehetősége arra, hogy a húsvéti időszakban ugye visszakapta az önkormányzat valamiért 4 napra, amit szintén nem értünk, hogy miért, a döntési jogköröket, az első órában zárta le Normafát és az összes többi 12. kerületi, tehát az ő területéhez tartozó kirándulóhelyet. Még annyival van időnk, hogy egy mondatba válaszoljon nekem. Az ön által elmondottak úgy tűnnek, mintha Orbán Viktor egy puccs keretében került volna a kormányrúdhoz. Én meg úgy emlékszem, mintha többen rászavaztak volna, illetve egy választási győzelem következménye. Nagyon jól emlékszik, ez kicsitán így volt, bár nyilván annak a választásnak a felségével nem csak mi vitatkozunk, hanem az EBSZ is ugye az európai választási megfigyelőknek a csoportja, de tényelmi tény, hogy többen szavaztak Orbán Viktorra, illetve a pártjára, mint az ellenzéki pártokra. Teszem hozzá, ugye kutatásunk alapján ez az olló azóta beljebb zárult, és a járvány időszak előtti időszakban az ellenzék átvette az önkormányzati választásokon összefogott ellenzék átvette a vezetést a Fidesz oldaltól. Az is kétségtelen, viszont járvány beköszöntével az első mérésünk alapján ez az arány megváltozott, és újra a Fidesz van az első. Pont fél időben vagyunk a 2022-es választásokig, de ez csak búcsú mondat, mert a pontos idő 8 óra, és 8 órakor következik a mindentől független híradónk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk 15 percben, 17 percben
Pullai András, a Publikus Intézet alapítója és vezetője volt stúdiónk vendége. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, vigyázzon magára és a gyerekre, és ha lehet, maradjon otthon. Most következik akkor a Mindentől Független híradó. Tartsanak velünk, aztán jövünk vissza.